magasló termés átlag lesz idén kukoricából és napraforgóból is, a nagyobb terméshozam és a jó minőség a csapadékos időjárásnak köszönhető, viszont az agráriumnak fel kell készülni a csapadék szegényebb időszakokra is, ezért egy nemzeti vízgazdálkodási társulásra van szükség. Erről Jakab István, a Magosz elnöke beszélt Gyulatanyán. Ezek a parcellák a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson találhatók. A szakemberek azt mondják, az idei kukorica és napraforgó termés különösen jó minőségű lesz. A terméshozam főként a kukoricánál az elmúlt évekhez képest idén kimagasló lesz. A megyében egyébként annak ellenére, hogy tízezer hektárral csökkent a napraforgó és a kukoricatáblák területe, mindkét növénynél a tavainál nagyobb termésátlaggal számolnak a gazdák. Mi fajton nagy hatalom vagyunk, mert kiváló fajtákkal rendelkezünk, kutatóintézeteinkben magas színvonalú munka folyik. Ezeknek a hasznosítása zajlik úgy, hogy nem biztos, hogy minden esetben tudjuk az adott genetikát teljes mértékben kihasználni. Azt mindenképp alá szeretném húzni, hogy ahhoz, hogy mi az adott lehetőségeinket kihasználjuk, hogy az erőforrásainkat ne 50% alatt valamivel használjuk ki, hanem lehetőleg a 80 fölött, ahhoz nem lehet megkerülni a precíziós növénytermesztésre való áttérést, nem lehet megkerülni a magasabb szak színvonalú szakmai munkát, nem lehet megkerülni azt, hogy az öntözés fejlesztés megfelelő helyre kerüljön. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy a jó minőségű termés az idei csapadékosabb nyárnak köszönhető, és készülni kell az esetleges szárazabb, aszályosabb évekre, ezért a gazdáknak közösen kell megoldaniuk az öntözési és víz problémákat. Lehet, hogy megvan az adott csapadék összege évente, de ennek az eloszlása a klímaváltozás hatására lényegesen megváltozott, és van már tapasztalatunk az elmúlt esztendőben, hogy hogyan tud két millió tonna kukorica két hét alatt elégeni, tehát biztosítanunk kell az öntözés lehetőségét úgy, hogy a növény számára akkor legyen elegendő, felvehető tápanyag és elegendő nedvesség a talajban, amikor a növény fejlettségi állapota azt megköveteli. Ez az alapja annak, hogy a megfelelő hozamokat tudjuk elérni az adott költségeken belül. Egy Nemzeti Vízgazdálkodási és Vízhasznosítási Társulást szervezzenek meg a gazdák a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével, ahol értelemszerűen minden egyes gazdatag azért, hogy valóban ne engedjük átfolyna az országon a felszíni vizeket, hanem tartsuk itt, és mikor szükséges, akkor hasznosítsuk.